Nos, hát szervusztok, sziasztok, szeretettel üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Leci vala. És egyedi lapok újra! Aladdin! Aladdin, motherfucker! Now, this game's heating up. Gyorsan hozzátenném, hogy nekem Aladdin a kedvenc mesém voltam gyerekkorom, úgyhogy én nagyon örültem ennek a kis, kis mellékvágánynak, úgyhogy nagyon kíváncsi királyán. vagyok. Uh, uh, csak annyit láttam eddig, nem néztem meg semmit többet, hogy Surimába van. Hát ez, bár ez várható a, ez volt, volt de képzeltem volna el én is. Legalábbis a lapok nagy része nem néztem meg mindent, de gondolom mindegyik Surimához fog tartozni. Igen, jött hozzá egy új keyword. Egy új keywordünk is van, a Dominion, így van. Na de induljunk meg, kezdjük, kezdjük el így szépen sorjába. Dominion, a keyword, azt mondja, trigger the effects once each turn when your Nexus heal, points is high, higher, high than a higher than the opponents, the minimum is 5 points difference, trigger the abilities at round start immediately. Jó, tehát hogyha kett, ha öttel, legalább 5 öttel, több HP-je -ja van az ellenfeled nexus nem? Amikor neked van több HP-d, mint az ellenfélnek 5 ponttal, igen, akkor aktiválódik a kör elején. Igen? Ennyi, ez a Dominion. Trigger the effects once each turn when your Nexus heal points is higher than the opponent. Tehát ha öttel több hp van legalább, mint az ellenfélnek, ja, akkor és... a... Dominion trigger elődik azonnal a kör elején. Nice, jó. Na nézzük akkor. Na, Jászmín. Első lapunk Jasmine lesz új, de szexi. Ez király. Amúgy, ez tényleg nagyon lett. Igen. Na, Jasmine, Surima, két manás, kettes, kettes, csemp. A rendben, a, elég squishy, hozzáteszem, két manájra egyelőre így nem csinál semmit. Azt mondja, amikor lerakod, akkor húz egyet, és dominionon az összes többi unitnak, ami lent van, ad plusz egy lapot. Jó, tehát ez alap plusz egy, demicet. Tehát ez pontosan az a lap, ö amit, amit nem fogsz lerakni, Két manáért egyből. így van. Tehát ő az, aki tipikusan két manáért később egy ilyen, egy ilyen powerhouse-ba fogsz lerakni, mikor már egy ilyen full boardod van. A védekező köröd végén a kövi körre setup egy jó kis... Így jó van, kis így van. Endez. Tehát ő, 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 ő egy inkább ilyen setup champ, két manáért, meg hogy több mindent tudjál abban az adott körben csinálni. Amúgy meg két manán, ha nincsen semmi más unitod, meg amúgy se, valószínűleg nem fogod lerakni, csak nem muszáj blokkolnod. Így van. Úgyhogy, ja. Ja, és ha öt Dominion triggereltél, akkor level up -on. mondjuk az nehéznek tűnik, úgyhogy 5 HP különbségnek kell lennie. Igen, ez, ez, Azért így, az úgy... ez így egy elég nehéz keyword. Bár mondjuk igazából, ha egy-két hát még öt akkor is találsz, mert a két-három körig kibírod úgy, hogy tudod védekezzel és tagnálsz, és megvan az a plusz HP, akkor... Ez akkor lesz jó, ez a Dominion, hogyha van olyan spell benne, ami tudja a különbséget vinni, tehát mondjuk mert a Surimában amúgy is van olyan, ami neked híle kettőt, és ja, neked az előttől ból tehát mondjuk, ha valami ilyesmi lapok vannak, ami ezt a különbséget tudja vinni. Never mondjuk nem rossz. Akár igen, igen, Surima Shadow igen, ez a Dominion lehetne itt triggerelni. Na, de sultana lesz amikor levelapolok, akkor a nexusnak a round starton Huha, igen when you give when you have dominion grant allies plus that when i see trigger an ally dominion give me random keyword this round tehát amikor livelappol akkor a nexus adja azt, hogy a kör elején, ha van random... Ja, hogy az ability megkapja a Nexus, tehát neki már nem kellett lennie az asztalon, igen, értem? Oké. Okay. És ha ő lát egy másik unitnak a dominion triggerelni, akkor ő erre a körre kap random Keyword-öt, És De... Grant all allies plusz egy. Igen, ja, és az Grant már. És az már Grant, igen. Aha, aha. Igen, igen. Jó, sulimában azért észre meg lehet küldeni, meg mondjuk azért Shadow Eyes-al játszva esetleg, ott is eléggé meg lehet küldeni a damagot. Sulimában magába is eléggé meg lehet küldeni a damagot, igen. azért vannak elég unitok, amiket nem amik elég szopóak, mondjuk hozzáteszem a Dominion mondjuk nem lenne rossz, talán a 6-3-as Spell Overwhelm-lappal, ha pluszba gerenteled neki a plusz ja. nincs csak akár non-stop. Renektonnal is el tudom képzelni. Ö, meg nem is tudom, mondom, még, még ezt, ezt, ezt akár tényleg a Neverglade miatt shurimával látom, ja. talán Evelinnel akár. Evelinnel. nel Aha! plusz egy damage a izéknek, a, a huskoknak fölött, jaj, csak jaj. nagyon nehéz level up Azt akartam mondani, hogy azért a, a, az evelint azt én nem látom, mert mire oda eljutnál addigra már sokkal jobb alternatíváid is lehetnének. Ö, jó, nem rossz érdekes, én mondjuk már grantelve adnám azt a keywordot neki, nem csak arra a körre, ha már sikerült level up mert mint beszéltük, az ez nem olyan egyszerű. Öt körnek el kell telnie legalább, és azért nem olyan egyszerű az az öt, HP különbség a nexus abban. Igen, meg ugye azért meg kell nézni, hogy ugye hányszor tudod, meg hány Dominion lap jött még most ehhez a szethez, majd meglátjuk, mert ugye yeah. akár egyszer a Dominion, ugye ez mindegyikért kap egy random Mondjuk ez igaz, őt. hogy lent van három unitod, és mind a három Dominionnal triggerelődik, akkor az három. Az Igen. Mondjuk, true. Esetleg, ha valami Everywhere champ buffosat játsz, amit Shurimával is meg lehet szintén csinálni, akkor mondjuk nem rossz, hogy mondjuk ő fölmegy, yeah. mondjuk alapból sok keyword -e lesz a fölmegy. Mondjuk akár ez, hogy egy random -e kap Kajszával sima. Ja, yeah, Akár meg lehet neki a plusz damage. Igen. Na, jó, ez így, ez így el tudom képzelni. Nehéz level de oké. Okay. <laughs> a signature spell -je. három kívánsága. Hú, nagyon spicy a nevek lettek. Mondjuk ez tényleg, ez tényleg kreatív lesz, nice job. Azt Manifest a card with Dominion, itt nullába kerül, és csinál egy Jászmin Oké. Oké, okay. okay, ez, egy ez teljesen, teljesen ké fasza. Ez két van egy teljesen valid, fast ja. uh, spell. Rendben van, legyen. Ja. Ezt, ezt adom. Na, Landmark. Palace of Agrabah. Mm már azt mondja, hogy ha van Dominionod, akkor uh, lejjebb viszi a legdrágább lapodnak az, é a, a manakosztját kettővel. Wow. Jó, Na ez elég király. Ez elég spicy, igen, négy mana, mondjuk annyi, hogy ezt elég nehéz játszani, mert mondjuk tök jó, mert tök jó, hogy ö, lejjebb visz valamit, tényleg nagy feljuham benne, de mondjuk ha megnézem, hogy ezért 60 cserébe az összes lapod is lehet egy ilyen kevesebb piltóverbe, és annak nincsen külön feltétel, hát mondjuk az, hogy új lap legyen, de hát az ott nagyjából majdnem minden lapodra igaz, lehet, hogy én ezt három manára tenném, de lehet, hogy úgy túlerős lenne, nem tudom, szerintem ez így jó. Vagy legalább nem érzem gyengének Vagy akkor legalább annyit csinálhatna, hogy ne legyen ennyire semmi, mikor lerakod, hogy... Mert amikor lerakod, akkor... Mert summon effektje nincsen, ahogy, ha jól látom. Nincsen, viszont már meg lehet azt hogy jó, mikor a high Én, én annyit hozzatennék, hogy mint a, mint a... Mi az? a Hallowed Landmark-nál, hogy uh, Summon a Sand Soldier, mondjuk, ha már suriba. És akkor legalább van egy blokkoló lapod, vagy valami, amit tud csinálni abban az adott körben. Értem, mit mondasz, de nem arra játszik, szóval... De hogy, hogy nem, az teljesen rendben. Bár a... mondjuk a Black is csinál neked egy izét. Főleg úgy, hogy mellette, mellette még me hozzáteszem azért, ha le tudod rakni jársz, mint az plusz egy unit, aminek tudjad ja. a plusz damage adni. Hát vagy akkor már Summon 6, egy Dominion followert. Valamik, hát azt szerintem fics. túl erős lenne. Azért mondtam, mert a Szent Soldier az egy ilyen sulimás lap. Értem. Tehát az, hogy valamit csináljon, abban a. az adott körben, mert az összes ilyen <laughs> már csinál valamit, ami ezekhez általában jó. Most, tehát valamilyen unitot mondtam, más a Szent solzers élik az, hogy lehúz egyet. Végül. Akár ha megnézed, még egy az deckben is, tehát ha azírra játszanád, mert meg lehet ezt varmosa csinálni szerintem, hogy minél több unitod legyen, amit uh, tudsz buffolni, esetleg, uh, hogy hívják. Uh, Jászminnal, uh -huh. mondjuk az hoz, az már rögtön plusz két perk, meg ja, én, mert négy, meg, ha már plusz az. Végül is. Úgyhogy én ezt mondjuk itt tipik avval el tudnám képzelni. Tetszik a lenn már, de ha négy mana marad, szerintem egy, egy húzzon le. Uh -huh. Én, én ezt hozzátenném, ez SVS. Ez, 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 ez. De írjátok meg, ha másképp gondoljátok. Agraba City Guard. <laughs> Fírszám, Lifesteal, és 2 plusz 0 kap arra a körre. Dominionba. Ez olyan, mint az equipmentes. Ja. Mint az equipmentes uh, firszám, szintén uh, equipmentes lifestyle-t kap Oké, okay, rendben, ezt adom. Ez, ez <laughs> egy 5-2, 3 manán, jó, nehéz triggerelni a Dominion-t, de 3 manán egy 5-2-es lifestyle, mint ami firszám, ha csak egy burst pellet van, vagy valami olyan meg tudod védeni, már egy, egy powerhouse meg, meg tudja a különbséget növelni, ja, ugye. Ezt, ja, ja. E, na ezzel már tudod a különbséget növelni, ez tipik az a deck, ami amúgy ilyen 7-8 mana körül, ha jól hozod össze a lap, érjett, akkor nagyon durán meg tudsz adni, csak jó itt kell csinálni, hogy az ellenfeled a nexus ne tudja úgy elvinni. Igen. Bár, tehát heal points, ezt gondolom azt akarja jelenteni, az a hogy, mindenféle, hogy igen, hogy mindenféleképpen neked kell, hogy több legyen. Így tehát van, nem elég, hogy különbség, hanem többnek, ötel, kell, lennie. többnek kell lennie. minimum. A, igen, a, hát akkor mondjuk a Shadow Eyes tényleg adott, mert, 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 mert azt tud ezzel nagyon jól játszani, vagy valami nagyobb híles mondjuk Targon, hogy a tiere tud, de akkor meg sok damage kell beengedned, míg beviszed, tehát ez meg ilyen két élű kard, akkor inkább Shadow Eyes a jobb. M Envoy of the Sultan, slow spell, oké, okay? azt mondja, az összes unitnak lifesteal vagy overwhelm ad erre a körre, te választasz, Dominionon, Accelerate me to fast, tehát ezt meg tudod csinálni dominion, aktív dominion At atak közben. Igen. A lifestealen megint tudod növelni a cuccot. Jó, oké, okay. az, hogy kiválaszthatod, hogy melyik lesz Overven mellette, úgyhogy van káosz áh, ah, jó, ez, ez a spell, ez így, ez így öt mana, és, és eléggé meg lehet küldeni vele. Igen, ez... igen, és ez nekem kimondottan tetszik az accelerate használata ennél a lapnál amúgy, hmm. hogy úgy... Hogy azért, mint mondtuk, nem egyszerű a Dominion, szóval, hogyha megvan, akkor ez teljesen fasz, hogy faszba ki húzni. Azt kell mondjam, srácok, ezzel most, ezzel a szettel oda tettétek magatokat, ez eddig nagyon, elég, nagyon, nagyon tetszik. Elég durva lett, igen. Sultans Elite 4 mana, Tough, három, Strike on Heal your Nexus by one, Dominion, Give all copies of me, van 0 no round. Um, Oké, okay, rendben. Azt, hogy a di az hogy um, Maybe Everywhere akár. Azt akartam mondani, hogy Everywhere buffal nagyon jó lenne. De amúgy a 3-3 tough és az ability a strike on az nekem nagyon tetszik. Itt ja, az... meg már simán lehet játszani, mert strike on, heal on, one, ezt el tudom képzelni ettől a mechanikától teljesen függetlenül mondjuk egy Demacia surimadekbe abból is szaladgál egy csomó. Éven. Ott azért az, hogy tough, rádobsz még mondjuk egy equipmentet és már azért elég böci dolgokat tudsz csinálni. Igen. Úgyhogy ja, más az... adom, szétadom ezt a lapot is Rágya. Rágya. Férszám, 5 mana, amikor summonolod, akkor csinál egy Rate of the Tiger tini a kezedbe, és Dominion egyetüt mindenre. Enemízre. ízre. ugye, bocsánat, hol igen, ízre, így van. És a Rate of the Tiger az, az pedig... meg egy equi ó, az equipment lett, wow, nice. És a Raja Dominionját egyel növeli. De csak akkor, ha Rajan van, vagy bárkire rárakhatod. Mert ugye az equipment bárkire rárakhatod, de mindenhol növelni fogja. Tehát ha mondjuk Jász, jó, még Jászminom még logikus, de ha mondjuk az elitre rakom, hmm. akkor is növeli Rajának a dominionját? Szerintem igen. Szerintem igen, mert csak annyi van, hogy ki kell játszva legyen a, mm, uh -huh. a mi ez? Equipment. És a plusz két, -két stat az azért elég. az... Uh, ez... Pujka. A szultán eliten elég király. Ah, 5 tough unit, quick attack. Quick attack, strike és Raja mindenre kör kettőt rábaszom. Igen, ez, ez, ez így elég. elég. Ez így így négy-ötre egy elég valid, valid kis Na de nézzük Gar a hipnózis. Hipnózis. Ó, Jafar, imádom Jafar gyerekek. You can't recall or replace this unit. Ha. Huh. Ez nem rossz amúgy. Ér érdekes, érdekes, igen. Igen, 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 csak ez az a baj, ez nagyon, nagyon metához kötött nekem. Igen. Nagyon, nagyon durván Junior ellenes csak. Hát igen. Na de nézzük, Jafar. Azt mondja, Grand Enemy Hypnosis. Ha megvan az attack token, akkor csinál egy Cobra Staffot a kezedben ha tízszer csináltál, tízszer rendeltél akkor fog level oh. és alapból négy mana, három négyes és crossover champ, vagy bocsánat, mi az amúgy, nem is tudom, ami rendes neve. Multi region, de, multi -region uh, nagyon, champion. Ez nagyon nehéznek tűnik ennek a level -ja. Na né, tíz darabot. Na nézzük. 10 tíz unitra rá kell rakjad. Na mindegy, igen, fókusz. Cobra Nem, hypnosis. If you behold Jafar, create a fleeting copy of me. Jó, így már annyira nem nehéz. Ah. de még így is sok amúgy. Három. csak hat unit lehet lent egyszerre három mana, három mana fleeting, mink ezt egy olyan deckben lehet megcsinálni, ahol az ellenfeled, ahol az ellenfeled rengeteget szumolom, mert nem tud másik lapot lerakni egy másik lap helyére, ugye a hipnózis ja. lap helyére nem tudod replészelni. De úgy még, még nehezebb lép lapolni, Jeff csak te nem ölöd meg a lapot. Igen. Igen, bár mondjuk, hát, hatta... <coughs> ja, Yeah. Itt látok egy kis koncepcióbeli hibát amúgy a level up illetően, de nézzük meg, hogy... Úgy uh, de jól néz ki talál. ez a level up Jafar. Na, de Sorcerer Jafar azt mondja, ugyanúgy hipnoziszt a, a, a egy unitnak, kör elején a, still the strongest enemy with hypnosis this round, oké, okay, és leszedi róla az összes keyword tehát te már tudod replay elni Tehát ez arra játszik konkrétan, hogy elhúzza Jeffár level a lapokat, te meg azokat replayszeled, és így nem kapja vissza őket. Igen. Ha. Igen. Amúgy ez nem rossz. És ez Ascended? Igen. Ez Ascended champ? Igen. Ez, ez nekem teljesen magától értetődő volt, hogy Ascended lehet. Sima Jeffár, High Sorcerer Jaffar és Jin Jeffár. Ez nekem ez már a Jin Jafar, mert az alakult Nem, a kígyó, kígyóval, De ez, már a Giny Jafar. kígyóvá alakult, és utána wow, veri hogy Jin legyen. Wow, és noxus lehet játszani, és mondjuk ott meg lehet csinálni, hogy Kent Blockra rakod a lapjait akár. Amúgy nagyon nehéz levelápoltatni, de nagyon broken kombókat lehetne Igen. vele csinálni. Hát az a, mondom, ez a tíz az nekem az olyan elérhetetlennek tűnik. Megnézzük még milyen hipnózis lapok jöttek. Ja, ja, ja. Na de Ginny Jafar. Ginny Jafar. Jafar. Igen, create the ultimate power in your hand, play grant an enemy hypnosis when you grant and a negative keyword to an enemy grantit hypnosis and give it silence this round. Micsoda, grant an enemy... Oh, jó, hypnosis ugyanúgy. Hypnosis adsz neki, ha amikor hypnosis Nem, amikor adsz neki egy negatív keyword tehát ephemeralt, vagy can't blockot, vagy ilyeneket, akkor hypnosis is kap, és lesilence arra a körre. Oké, okay, és ez alapból 6-6. Ja. Ha mondjuk... Silence this round. Of. Mondjuk Noxus-szal a Ken unit, ez, ezzel így Na, nem nézzük para. mi az ultimate power. 10 mal a oké. Okay. all units with any negative keywords or buffs. Ezt nagyon nehéz elérni, úgyhogy én a tíz mal alapból levenném. Aha, én tíz, én tíz a egy ilyen hat hétre minimum letenném. Igen. De, de a 7- hétre minimum letenném. Hát én. vagy ha tíz mana marad, akkor, és ez most nem fog tetszeni se nektek, se neked, de legyen burst. Nem. Figy a figyelj, ahhoz, hogy ezt itt, amit most látsz, elérd, rengeteg effort és idő kell. Rengetek. Mm. Rengeteg! Ki kell osztanod a 10 hipnózist, hogy level up a, az első verziód. Utána el kell lopnod az ellenféltől három darab unitot, nem, strikeolnod kell három darab ellopott unittal, és utána fogod ezt tudni megcsinálni, és még azban a körben ki se játszhatod. Csak elfelejtett, hogy ha Monosurimával játszott tényleg arra, hogy meglegyen a izéje, a level -ja. Igen akkor igazából csak a level 2-t szükséges elérni, utána azt már meg tudod csinálni a Sandisk level Azt azért ne felejtsd el. De ne várjál, nem. az, 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 a, az, a level az pont, hogy csak level 2-re húz fel. Azt mond, nem, nem. De nem. az asszenthez a, ahhoz a diszk kell, hogy kijöjjön. De erről beszélek. Le, megvan a sandisket. Igen. Le, ez sikerült. De igen. Ezt, ezt, ezt sikerült valahogy összehozni. Yes, is, hogy és utána a, a sem... szándéksz már automatikusan nem, feltolja mondjuk, erre. Akkor meg a hetes Surima spell fel tudod level up őt. A, azzal is, de nem fog kelleni, mert mint tudjuk azért, azért most már azért meg a Lenmarkos csempet rene, vagy nem jó. Nem lehet, bocsánat, hogy szabadba de multi-region Noxus, úgyhogy nem, nem szóló, nem monosurima az, lesz. Az, fel. ha csak surima lapokat bele, bele, akkor az monosurima lesz az ha csak shurima lapokat raksz bele Jafar mellé, hiába multi-region, az 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 a Noxus trigger, amit ő ad, az ki, az nem. Kérdezi. De ezt meg tudjuk nézni. Meg tudjuk nézni, de... De szerintem ez, így, szerintem, ez, nem ez, ez, biztos, hogy nem így működik. De majd megnézik a srácok, kommentbe írjátok le, hogy a Sundays működik a -e multi-region follower szerintem, Mert szerintem nem. Szerintem működnie kell. Na de nézzük! Szer de egyébként igen. Hogyha, amit mondtál, hogyha ha úgy nézem, akkor valóban, mert hét manából level up a izével, a, a spellel, és utána igazából meg vagy, ha a összehoztad. Igen. Na, de Sunglass Prison, három manás lett. Mark, capture the first enemy follower what you granted hypnosis. Countdown 4. És countdown mit csinál? Gondolom, akkor teszi akkor, ezt. Akkor, ja, hogy nem Summon-on, hanem a négyes countdown-on. Ja, hogy legyen időd. Igen. Mm ez mondjuk azért nem... Countdown, most... countdown 2 vagy 3 Aha, inkább. kevesebb kell, hogy legyen a countdown, bár van egy csomó advance egyébként, tíz éve, suri már. Hát van, van de azt nem. a sandisk kel akarod szerintem inkább használni, mint erre, de ja. Na, mondjuk... De ott van az izé, az egyes fókusz ami minden lenn már követ advance-eli egyel. Mm, az meg mondjuk nem az alap, amit ebben a deckben játszol, de oké. Okay, hát nem függ, hogy építed össze. Na de nézzük, Jágó. Jágó. Yago. Na Jágóhoz már nem volt valami broken game. <laughs> Jágó. négy van a 2 2 Noxus lap. Minden körben az első alkalom, amikor hipnózis kiosztas, a kioszt kiosztas, átalakul a legerősebb enemy follower Arra, a körre. Arra a körre. Nem rossz. Oké, okay, ebben látok némi value -t. Igen. Két mara, tehát négy mana, kettő, kettő ér, ez egy elég szutyok statline, viszont ha ki tudsz osztani hipnózist, akkor mondjuk elég fasza tud lenni, uh -huh. meg, meg mert attól függ, hogy az ellenfeled mit játszik, ez lehet nagyon erős, meg nagyon gyenge is, mert a kontroll az elemfeled és nincs lenne semmi, csak mondjuk három izé, book vagy mi a faszom az. az ja, igen. <laughs> vagy, vagy mondjuk szvarmot játszik is ilyen kettes egyes lapokkal vagy csak van csempje, tele. Vagy csak csempje van lent, mondjuk egy Ezri, vagy ilyesmi, ja. Szerafin, Viktor, akkor mondjuk Na. elég szopó tud lenni. Ring de... A sem egy értékes lap, mert igen. sose lesz lent unit. Az elképzelés nem rossz. Judd Nomad. Judd Nomad. Két van a kettő-kettő. Last Breath, Grant, Hypnosis, enem. Random Enemy. Jó. Oké. Okay. Meg ez, igen, tehát ez de meg... Látod, de látod, már, már a support lapjai az már Noxus. Igen. De ott már nem lesz so... Azért mondom, hogy egyébként ilyen szempontból a 10 hipnózis szerintem rengeteg. Főleg, hogy nem tudja lerakni a helyére a lapokat, tehát mindenképp neked kell őket megölnöd. Igen. Vagy ellopnod, de ahhoz meg ugye, mivel csak level up lopja el, hát... Jó, azt mondja, hogy Madness of Mind, Silence-en enemy, tehát silence egy unitot, akin hipnózis van. Mondjuk ez megint elég, elég ilyen találó, nagyon kreatívan megcsináltátok tényleg. Bármán. Igen. Tehát, hogy nem lehet replayszelni, nem lehet rikolozni, mert izé teljesen oda van baszva, és akkor még Madness of mind -ma, még le is silence megőrül, teljesen jól áll, összeraktátok. Ivan is még! Mi? <laughs> miért nem ez Peti lesz? <laughs> Na nézzük, azt mondja, hogy 2-2-3 mana, Noxus play, place an enemy unit with hypnosis back to the enemy deck jó. Oh, így három. Több, így már többet tudsz ki, kiosztani. Ez egyáltalán nem rossz, hogy vissza tudsz rakni a dekébe egy lapot. Noxus-t játszol, tehát mondjuk azt meg tudod csinálni, hogy uh, még Stannos is mellé, kent blokkot adsz. Actually, noxus jobban el tudom képzelni a dolgod, Surimával. Az a baj, hogy a level 3 az szinte lehetetlen. Uh, ha noxus játszod együtt, akkor a level 3 az ugye lehetetlen, mert nem fogsz tudni rendesen asszendelni. Ez meg magában szerintem annyira nem erős ez a, ez a fajta Jafar. Jól lehet vele kombózni, tehát meg lehet vele kombókat csinálni, csak nagyon létgén már, amikor a kombózáshoz az eljut szerintem vele. Igen, én ez, pont, én pont ezért mondtam, hogy az Ultimate Power az lehet akár Burst, mert mire ki tudod játszani, az tényleg egy match winning lap már. Hát azonban megint az Ascend része, de, ja, ja, le, legyen. Aladin. Aladin. Várjál, Aladinra kaptunk egy kis szöveget. Statjai 2-2, az meg 3-3. Aha, jó, tehát akkor Föl lecserélve, cserélve. Jó, vagy akkor kevesebb nem. Aladin két van 2-2, mint Jászmin konkrétan. Igen. Ő Piltover Shurima, multi-region lap, és elúzív alapból. 2-2 uh -huh. elusív már nem hangzik rosszul. Nem, és amúgy ezt kimondottan jól illik hozzá. When you play or activate any draw, predict before it. Ooh. Uh. Uh. Hát ez Echo mellé milyen broke. Teljesen. Create a Magic Lamp in Hand. És abban egy körben háromszor predikteltél. Na, az viszont már azért nehezebb. A mondjuk igazából az Echo Spell Instant 2. Hát meg van nullás, meg egy manás, burst, izé. Ja, predikt. Predikt. Igen, Hát Ez eddig elég böcin, néz ki. Jó, jó, jó néz ki. Szultán Aladin? Na nézzük. hogy, majd, hogy Emberesedett ez a kis Ali. Két mana, azt mondja három-három akkor, és ugyanúgy, azt mondja minden körben az első körrel, amikor, pre első alkalommal, amikor prediktálsz, random kiátszik kiállt. egy lapot random a három közül, amit nem választottál. Nexus Strike, create a magic lamp in hand. Mindjárt megnézzük a magic lamp mit csinál. Gondolom predikte. Azt. Jézusom. Hát ezzel hogy meg, ez, ez Echo mellé mennyire broken? Vegyük Aha. ki a teljes szedből. és vegyük <laughs> csak ezt a lapot, hát ez Ekót t teljesen brokenné tenni. Igen, bár Echo Steel meghal egy. Meg, de mellette itt van ez is Strike-nak, és ó, folyamatosan idézett ki a lapokat. Na ez sem rossz, még akár, na végre egy lap Kahirihez. Ja, na ez Kahirihez kurva jó lenne. Főleg, hogy ki is tudod szumonolni, de ha, ha rá nem választod. Ha ez fölmegy, és talán ki is játszhatod, ha nem választod ki, ja. Jézus. Ja, ez Kahirihez kurva jó lenne. Azt a kurva, kahiri Echo, és, szultán Sultán és, Aladin És nem muszáj prediktet játszanod, mert játszhatsz drót is vele És most már csak azért vagyok szomorú rácok, mert ez soha nem fog bekerülni ne. a játékba Ez soha Pedig ez geci, hát ez, ez mennyi a császár redne, <laughs> ez soha, de jó Ez jó ég. tényleg nagyon király Hát ez, hát ez ez, ez, ez irgalmatlan Elfejtettünk kekszeket osztani Mert Oly? az egészre jár eddig, azért Amúgy gyerekek, tényleg egyszer. Egyébként ezen már van, csak mondom, raktam az egész grupra igen, hm. jó, akkor ez így, ahogy van, akkor akkor ezt itt megerősítem, ez az ULTIMATE COOKIE! Igen, Talá talán itt egy pici átdolgozást én ennek adnék, egy nagyon minimál hívőrköt, ah. de amúgy veld well De az meg a kreatív jobbért teljesen megéri. Ez teljesen veld well Na, Magic Lamp, Focus, Genie of the Lamp, Randomly in the Top 5 Cards of Your Deck. Mi lesz ez a Genie of the Lamp? Plant a Genie of the Lamp, két malap Focus. Mit fókusz? fog csinálni az a Genie of, Gen of the Lamp. If you see me in prediction, draw me immediately when I slay grant all copies of me plus egy egy everywhere. Te jó hey, Gaci, hát ez, hű, ez tényleg Kahiri mellé, hogy meg lehet szalajtani? Meg lehet csinálni. A top 5 lapotba rakja, dróval val prediktel, látod, ki magát, fú. Tehát ezt, várj, egyet. Ki a háromból egy lapot, tételezzük fel a másik egy ginny amit instant kihúzol, plusz egy Kahiri, amit pedig, amit pedig instant leszumonolsz, mert az marad a harmadik Igen. Lap. Jézus. Mondjuk öt mana, úgyhogy ki kell játszanod mindenképpen, mert ugye a predict belátod kihúzod, de... Igen, de, de azt, hogy az az fixen egyet... kihúzod, az nem olyan rossz. Tehát azt, az azt a fixen kihúzod, megy a vele, teljesen király. Teljesen Jó. rendben van. Na. Na, Jafar három kívánsága. kívül, enemy units with hypnosis, stun, Ja, ugye mi van, az a, Arnak stand, azt le is Oké, okay, ez, okay. ez, már egy egész fasz a spell Jaffar Jó. Ez már egy egész fasz a Jaffar spell. És ez volt, ő volt a vége. Ez meg egy hátlap, amit csináltak, csak mert... Mert Csak jól mert néz ki. nagyon benne voltak, és kurva jól néz ki, ja. Hát gyerekek, ez a pak, ez, 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 ez zseniális ja, volt. Aladinnak nincs signature spellje. Nincs? Mm -mm. Azt hmm. Ő akkor, még, mm. akkor még kérek szépen egy Aladdin Signature Spell. Igen, ez még mert, úgy. Ar, mert, mert, arra szükség van, arra mindenki. De én tudom amúgy, én meg valami csinálnék. <laughs> Buffol genies everywhere, itt van van. Á, ez az már lehet, hogy túl erős lenne, baz meg tényleg. Miért? Um, egy Signature Spellre. Mi hm. Mit csinál a Magic Lamp amúgy? Ja, de a, az, a genie a, a ha. top 5 lapodra. de ja, az ez ne felejtsd el, hogy a Predictel a szét lehet szórni azért. Meg ez szóval... lesz, tehát ez be, külön nincs a játékban. Igen, ezért mondom, hogy szerintem egy buffolt geniz egy-egy, az, az akár jó is lehet. Lehet, nem vagyok elég kreatív, de... Jó, én ennek, én, én ennek esküvárom a folytatását. Remélem, ide még terveztek lapokat rakni, ez geci király lett. Ja, ez nagyon-nagyon Én nagyon ide még az. várok egy külön rendes Ginny csempet, Igen. meg akár mondjuk a szultánt magát, még azt el tudom képzelni. Azt akartam mondani hogy a szultán mehet... Szőnyeg! Szőnyeg! szőnyeg abszolút. Következő szedbe jöhet Sultan, Ginny és a szőnyeg. Igen, ez, gyerekeket, ez kurva jó lett. Ez, Meg ez... Aladdin Signature Spy-t pótoljátok, kérlek. Mert... Ez egy, ez egy big fucking kex az egész set. Így van. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezt itt me e megalkottátok, és mi ezt itt kibeszélhettük. Így úgy, van, hogy... meg, hogy megnéztétek, hogy kibeszéltük. Úgyhogy legközelebb jövünk a következő részre, Addig is kitartást. Sziasztok. Sziasztok.